Drága jó Istenem, csak pérzenétől ments meg minket. Slönfény, üdvözlünk ismételten mindenkit, a második mérkőzés pillanatokon belül kezdődni fog, de addig is, én Darci vagyok, ő pedig Kisúr. Sziasztok, ismét itt az akció kommentátori szerepkörben. Hát ezek után, amit Pierce-t most leművelt, ezek után nekem fölmaradva a lecke, hogy alkossak valamit, amit itt végig tolt. Komolyan, tehát biztos a gyógyszerbe ütött nála, vagy nem tudom. Gyógyszerek, igen. Fú, hát mintha nem is az SK-t itt láttuk volna az előző mérkőzésen, ez... Vagy a Rox volt baromi jó. Eddig azt pedzegettük, hogy mennyire jó eséllyel indul az SK-t az alsó ösvényen, Bang még tiltást is kapott az ellen az Ezreal ellen. Most ez kimaradt, azt mondták, hogy hozd el az Ezreal, de... Kapsz egy MF-et, aki azért az ösvényen AP-ból szinte lehetetlen, hogy elhibázza azért a golyóvás, sőt golyózáport. Ez folyamatosan be is talált, és nem engedte egyszerűen a farm közelébe sem Ezreal-t, sem pedig a támogatóját, de nézzük is a következő mérkőzést, hiszen van eddig 4 ugyanolyan tiltásunk, illetve egy karmát újít be a Rogue Tigers, akik erre az összecsapásra kék oldalt választottak. Na ez a tiltás és választási fázis nagyon-nagyon izgalmas lesz, vagy hát engem legalábbis nagyon érdekel, hogy például az SK-nek az utolsó tiltása mi lesz, mert azért tehát, hogy az MF az nem fog érni egy tiltást, és úgy sajnálom, hogy pont nem én voltam ezt, és igen, a Jace az még bennmaradt, nem adhatják oda a SMAB-nek, úgyhogy ott is van a tiltólistán. Én éreztem, hogy jönni fog a világbajnokságon egy Miss Fortune, de úgy gondoltam, hogy lövész szerepkörben, hát ez nem jött össze, és az S megint ott van első azonnali választásként. Nem vagyok benne biztos attól függetlenül, hogy megint egy Miss Fortune-t fog elhozni a Rox, az inkább csak egy ellenválasztás lehetett, amire az SKT most talán felkészült, és már nem is ezért szeretne hozni Bank, hanem Caitlyn-t, aki a biztonságosabb verziója a hipercarry-nek. Csak annyi a dolgot, hogy ösvényen nem maradj le. Ez pedig valószínűleg egyébként meg majd meg tudja csinálni. Azért biztos, hogy most Blank fog játszani az SKT színeiben, aki Olaffal egyrészt nagyon magabiztos teljesítménnyel rendelkezik, másrésztről pedig a játék korai szakaszában szerintem jóval agresszívabb tud lenni, mint Bengi. A statisztikák is alátámasztják. Az első 15 percben neki az átlagához gyilkossága, ez a gyilkosságban való részvétel a 2,5, még Benginek ez félre tehető. Hát az SKT-nek valamit mutatni kell, úgyhogy lehet, hogy pont ez lesz az a csere, ami igazán meg fogja nekik hozni. A zene. Igen, már írtam volna otthon egyébként a chaten, és most Kuro az, aki elhozza azt a Viktort, és a Lee Sin-t is beválasztja a Rox Tigers. Lássuk, hogy mi lesz erre az SKT-nek a válasza. Ajjaj! Twitch-et, aj. Egyelőre ez hihetetlen, amik itt vannak, ezek a tiltási és választási fázisok, hogy... Jó, de Twitch-et meg nem hozták el. Tudom, de... Na, Zyra választás, hogy azzal most mi lesz? Hogy átengedi-e a Roxnak az SKT, de ugye az Caitlyn Zyra választás az nem az alapom, hogy Zyra-nál is szerintem jobbnak bizonyult Miss Fortune támogató. Kevesebbet hibázik meg mindig a képességeiből. Faker úgy néz ki, hogy maradni szeretne Oriannánál. Amúgy ezt meg is értem, őnek jó teljesítmény volt ezzel a hőssel. Viktort eddig már Kenterbe tudta verni, viszont ott van Zyra, aki ellen tényleg jöhet megint Miss Fortune. És be is választják! Ó, ez igen. Megint egy vombó kombó, iszonyatos területi sebzés a Rox Tigers oldalán. Még ezzel szemben most azért ez az SKT-nél is megvan. Minden azon múlik viszont, hogy ők mit hoznak el a felső ösvényre. Szerintem például egy Orianna ulti, Karen ultival kombinálva az gyönyörű szépet tudna csattanni. A kérdés csak az, hogy a felső ösvényük megállja a helyét. SMAB Rumble-jével szemben. Igen, most már biztosan az... hát nem tudom, mi az? Macska? Téged kérdeznek. Mint a macskáknak a nagy szakértője. Mindegy, az a lényeg, hogy Rumble fog érkezni. Kenen is csak egy Yordle. Mármint Frey Yordle, így próbálom. Megy már a francba. Szóval, megtörténhet ugyanaz, és meg is történik ugyanaz a felső ösvény párosítás, tehát Echo fog érkezni ismét a Rumble-lel szemben. És az előző mérkőzésen azt azért kihallottam, hogy a Caitlyn és a Zyra az annyira nem működik együtt olyan igazán jól. Most megnézzük, hogy az SKT hogy fogja ezt bemutatni nekünk, hogy... Mert náluk egy Caitlyn Zyra van. És az MF, megint ott az MF, ez fantasztikus. Ez nem lehetetlen amúgy az együttműködés ennek a két hősnek. Nem azt mondtam, csak az, hogy van ennél jobb kombináció is. Például a Jean bemaradt. Nincs tiltólistám. Ez teljesen jogos.
Most mindegy, meglátjuk. Az biztos, hogy most mind a két oldalon van egy kis agresszivitásunk a dzsungelben a játék korai szakaszában, nem feltétlenül az elhozott karakterek miatt, bár egyébként azok is elősegítik ezt, hanem azért is, mert a játékosok mentalitása is most egy kicsit hasonlóbb, mint a korábbi összecsapásokban. És arra leszek még kíváncsi, hogy vajon Karmát mennyire tudja pótolni egy Viktor. Ja, jó, eléggé fura. A sportszerű készfogás megvolt. Kicsit furán. Nagyon sportszerűen. De ezek után, az előző mérkőzés után megtippelhetetlen számomra, hogy mi fog történni ezen a mérkőzésen, hogy megint ott van az Miss Fortune support, vagy támogató játékos. Oké, rendben van. Az a kérdés, hogy az SKT fejben hogy tud most erre reagálni? Mert az meglepetés volt, és meg is lepték, viszont Prey-nek is nagyon jó volt az esse. És megint megkapta. Hogy az SKT fejben most fel tud-e készülni arra, ami ezen a mérkőzésen fog ismét bekövetkezni, hiszen itt vagyunk a világbajnokságnak az első elődöntőjének harmadik mérkőzésén, és az állás 1-1, tehát 4 mérkőzésünk már biztos, hogy lesz ezen az estén, éjszakán. Defenzív felállás mind a két oldalról. Juknak érkezett egyelőre egy pingje. Ó! Talán ez az első, az is lehet, hogy az utolsó golyózápor, ami most nem talált be. Az istér szégyenében Gorilla, aki megint égetést hozott el, tehát a bónusz sebzése az megvan. És annak ellenére, hogy az égetés is megfelezi a gyógyításokat, a beérkező gyógyításokat adott hősön, az előző mérkőzésen mégis első tárgyaként a halálos emlékeztetőt fejezte be, tehát még tovább felezte a beérkező gyógyításokat, és ugye a végső képességével ez egy egész területre érkezett tőle. Hopp, az a hanghullám ott. Nézegeti Pínát, hogy mi a helyzet hangügyileg a dzsungelben, milyen az akusztikája, hogy verik vissza a falak, a hangokat. És hát Wolfra egyelőre nagyon találnak azok a képességek, próbálkoznak. Viszont a két lövészes kompozíció igaz, hogy nem klasszikus értelembe vett, de megpróbálkozik a Rox vele. Megint egy olyan ekkót láthatunk, akinél harci szenvedély van. Az alsó ösvényen már mind a két támogató inkább azt mondja, hogy a villámfejedelmet helyettesíti, vagy részesíti előnyben pontosabban. Wolf közben két nyilvesszőt is megeszik. Már nehéz eldönteni, hogy melyik lövész az, ami most éppen farmolni fog, de természetesen ez ezen a mérkőzésen sem változik. Es lesz, Benget amúgy próbálja távol tartani a golyózáporra a Gorilla, több-kevesebb sikerrel. Tehát egyelőre egy kicsit egy nyugisabb a mérkőzés. Én azért reménykedtem, hogyha egyszer ugye feltűnik az a Miss Fortune, akkor az a lövés szerepkörben fog megtörténni. Ez sem rossz, de azért tényleg azért lövés szerepkörben jobban szerettem volna, és Wolf megiramodik, megpróbál agresszív lenni pont úgy, ahogy kell Zyra-val, és úgy tűnik, hogy az a Miss Fortune az igenis a megfelelő választás lesz. Arra az Zyra agresszivitásra. És most már nem volt annyira meggyőző az SKT-nek az alsó ösvény párosa. Ugye azt beszéltük az első mérkőzésen, hogy azért a két csapat közül az SKT az, akinek statisztikai szempontból jobb az alsó ösvény párosa. Ehhez képest az előző mérkőzésen le a kalap a Rox előtt, és Prey és Gorilla páros előtt. Az azért lehetséges, hogy egy kicsikét inkább az orvosság volt. Tehát, hogy megtaláltak egy jó választást, ellenválasztást. Zárára is ezt tudják teljes mértékben kiaknázni, jó közben az őrszem kikerülése Pinattól. És amellett, hogy egy orvosság meg lehet, erre az SKT nem is nagyon reagált. Illetve valamelyest reagált, bocsánat, de nem teljes mértékben. Tehát Zárát ugyanúgy elhozták, ezért változtatták csak és kizárólag meg Caitlynre, aki egyelőre jobban muzsikál. Őt olyan mértékben nem lehetett egyelőre kizárni farmolástól, mint Ezreal-t. Némileg ez amúgy szerintem köszönhető annak is, hogy Ezreal-nek harci szenvedélyt hozom, még Caitlynnek a hadúr vérszomját, tehát bónusz regenerálódás, de a piszkálódás ellen az megvan Caitlynnel. Ezreal-nél ez hibázott. Igen, és azért valamit tudott a Rox Tigers, amikor az első mérkőzésen tiltotta azt az Ezreal-t, és ezen a mérkőzésen már nem is volt ott a tiltó listán. Közben egy Blank Peanut találkozás a dzsungelben, amit a sugyarákért vívtak, ezt nem láttuk, de az biztos, hogy Peanut jött ki belőle jobban, és Faker ismét orionnázik, és agresszíven cserél
de nagyjából egál az, amit itt bemutat. Smap pedig elhelyez egy őrszemet, hiszen nagyjából tudják, hogy Blank azzal az Olaffal arra fel a Mascarpinát érkezhet. Faker a középső ösvényen, hanghullám még nem ment ki, és most ment mellé. Pedig közvetlen közelről próbálkozott. Fakernek viszont ez a gyorsítása kiment, de nem talált, és ez most itt kulcsfontosságú volt ezen a rajtaütésen. És meg egy gyilkosság, de legalább kijött a gyorsítás, az is valami. És most Fakerre érkezik a rajtütés. Eddig ezt lehetett hiányolni szerintem. Tehát amikor egyedül volt hagyva azzal az Oriannával, akkor képes volt dominálni. Most talán egy kicsikét visszább lehet venni. Az ő jelentőségében, bár most is amúgy több, mint egy teljes hullámmal tud vezetni, úgyhogy felé tolódik az ösvény. Ez azért még szerintem megkérdőjelezhető kuró teljesítmény. Nos mindegy. Megint fénycipőt vásárolt Blank, most viszont nem maradt elegendő aranya ahhoz, hogy még a dzsungeli tókáját is befejezze. Viszont itt van attól függetlenül. Blank érkezik a középső ösvényre. Jó volt a balta, a második mellé ment. Érkezik Peanut, és már is védekeznie kell az Eskitinek, legalábbis hátrébb mozdulnia. Ott van Wolf, és jó a lekötés Peanutra. Ez most már köszönöm szépen, fél életerő alatt vagyok. Úgyhogy távozok is a középső ösvényről. Meglépett Wolf az alsó ösvényről, és meglepetést okozott egy kisebb sebzés formájában. Rain nagyon korán hazament. Vagyis ha nem korán ment haza, akkor pedig érdekes a tárgy választása. Az előbb ugye az első befejezett és komplett tárgy az Essencia Martalóc volt. Mellé persze a dühöngők csizmája is. Most viszont inkább egy cipőt vásárolt, egy cipőlőt magának, illetve hosszú kardot és egy aratást. Tehát szeretné a bónusz aranyat az ösvényen, pedig tudja jó, hogy valószínűleg Caitlynnel szemben ő nem fog példát aratni, úgyhogy csak nyugodtan áll van és farmolgat. Így van, farmolgat, és ez nagyjából tartja is. Igazából kisebb farm különbség felsősvényen alakult ki a Rocks Tigers irányába, illetve Faker természetesen vezet farmban. Úgyhogy, és ez így nagyjából kiegyenlíti egymást. Úgyhogy éppen ezért nincsen, nem beszéltünk még arany különbségről. Faker ismét próbál agresszíven játszani Kurolval szemben, azért igen, tanultak az előző mérkőzésből, tehát tényleg most azért már ez az SKT így, legalábbis Faker agresszivitás szempontjából a régi önmagára emlékeztet. Bank pedig próbál cserélni gorillára, ismét jó volt az a kis növény. Úgyhogy mehet tovább a piszkálódás. Bankre pedig a lassítás, a golyó zápor révén betalált. Ó, egy kristálynyilvessző Wolfra, érkezik Peanut közben, nagyon kevés életere van, és az égetés helyett... Jó, Bengre vissza a rúgás, gorilla túléli, kettős gyilkosság Preyen! Ott van Blank, nagyon kevés életereje van gorillának, ez még nem biztos, hogy vége, kimegy a gyorsítása, hogy jó rá a pajzs, de nagyon biztosra akar menni, meg is van a gyilkosság Blanknek, már menekülnie is kell, kimegy még a Ragnarök, rajta van a hanghullám, ezért nem fog utána repülni az a Lee Sin. 2-1-es csere, megint a Rocks hozzá az első gyilkosságot, ha jól számolom, ez már a harmadik alkalom. 2-1-es csere volt összességében ez, de gorillát is szerintem nagy nehézségek árán tudta csak Blank befejezni. Nézzük is a visszajátszástól, a nyilvessző talál, amint befejlődi a 6-os szintet Prey, egyből lövés a 4-es szintű zárára. Aki kapja a gyógyítást, meg az égetést is mellé, természetesen Prey képes őt befejezni a rugás és a villanás gyönyörű szép pinattól. Meg onnantól kezdve, még ha van is villanása, tudta jól, hogy hiába használná azt el, valószínűleg így is úgy is meghalna. A gyógyítása Preynek még megvan, villanása szintén, viszont semmi manája nincs a lövészének, a Rocksnak. Ugye sajnos sok képességgel nem tud segíteni ezen az akcióban, szerintem Lee Sin ott bement volna, hogyha van elég energiája, mert én úgy érzem, hogy még elhető volt az az Olaf is. Ó, akkor is eltalálja Wolf gorillát, pedig nem is Lee Sinnel játszik. Érted, Wolf? Visszatérve, meg lehet, hogy kiment már egyébként a hullámnak a ható távolságából, és azért nem is tudott volna, ha akart, sem tudott volna utána menni. Úgyhogy ez lehet a másik
ok rá. Hát meg az Olafra azért nem ugornék én be Lee Sinnel, főleg, hogy a Ragnarök is pörgött rajta. Tehát 2-1 az állás, ismét a Rox az, aki vezet, gyilkosságban is minimális aranyelőnyt is magának tudhat. Miss Fortune ismét ott van és piszkálódik, és nem hagyja békén az SKT-nek az alsó ösvényét. Megint egy kristály nyilvés, és megint talál rá Miss Fortune végső képesség, és megint meghal Wolf! Ugyanazt eljátsza a Rock Tigers, és megint gyilkosságot, és megint Wolf. Egyszerűen elég a tudat annak, hogy nincsen villanás annak az árának, és olyan mértékben el lehet kapni egy nyilvessző után, hogy ez hihetetlen. Tényleg egy fél ösvénnyel odébb állt a növények úrnője, és még így sem volt elég a túlélési lehetőség benne. Persze az előbb a gyógyítása is kiment Bengnek, most pedig nem volt égetés Roxnál, de csak a végső képességek kihasználásával meg lehetett ölni Zyrát. Mondom, ez az orvosságra. Tényleg. Abszolút, tényleg. Megvan a vakcina. Ja, Istenem, akkor tényleg aztán jönnek a Miss Fortune támogató játékosok. Maximum Zyrát. De nem, dehogy is. Solo Q-ban nem. Dehogy is. És elkezdi az SKT a kedvenc kis sárkányát, és a felhő sárkányt, ez az első a mérkőzésen. Itt van három emberrel is, bónusz mozgási sebességet már is magukénak tudhatnak. És be lehetne nézni Minathoz a dzsungelbe, vonzás hullám, lekötés, jó, nagyon kevés életereje volt, ami be is fejezte őt Faker. És visszatérhet a középső ösvényre. Felső ösvény is van egy közel 20-as farm különbség Smab javára, ami csak azért érdekes, mert Rumble-el annyira szerintem mondhatjuk, hogy nem egyszerű farmolni. Ezzel szemben Echo-val viszont nem egyszerű közel menni a Mininethez egy Rumble-el szemben. A lényeg isten igazából csak annyi, hogy Smab agresszíven választja meg a tárgyait. Most is már kis gyötrelmet vásárol magának, Duke pedig bemegy a pajzsa. Nem jó a kábításra. Itt jöhet ki és mehet Smab azzal a disznó pörzsölővel, legalábbis eddig. Mellé ment. És érkezik. Igen. Nem érkezik senki. Cserébe Duke el tud menekülni. De egy végső képességétől megszabadította azt a Smabet. Míg Duke-nak azért még bent van az időtörés. Faker pedig továbbra is dominál a középső ösvényen. Mint farmban, mint pedig az elhozott gyilkosságnak köszönhetően, így van. A különbség egy ezres a Rock Tigers csapatának javára. Pinát rossz oldalról érkezik, talán egy rugás? Nem, nincs a rugás. Igazából Fakerre vártam volna ezt a képességet tőle. De a lényeg az igazából annyi, hogy a különbség az minimális a két csapat között. Célpontra még egyikük sem fordult ki például. Leszámítva azt az első fel. Megint jó és megint végső képesség, azért Wolf már azért jobban bírja. Ez már pofátlan lett volna. Azért látókőnek köszönhetően több életereje van. Így azért jobban túl tudta élni. Hát meg ugye kiment a gyógyítás is. De azért harmadszor is eljátsza a Rock Tigers ezt. Azért ez már tényleg durva. És hátrébb is kell vonulnia annak a Bangnek. A Caitlynnel, azért tényleg ezek után nem várnék már Zyra választás. Vagy hogyha a Rock Tigers elhozza, akkor esetleg egy Wolf Miss Fortune, de ezt engedjük el ezt a gondolatot, hiszen az első torony nagyon kevés életerőn van, és dől is ezzel a bónusz arany a Rock Tigershez vándorol. Lesz-e neked célpont kilépés? Így most már növelés az előnyét a Rock Tigers csapata. Közben mind Duke, mind Smab a bokorban várakozik. Először Smab adja fel és mutatja meg magát, hiszen az ő minénye hamarabb halt volna el. Kábítás! Húzamos valóság, jó is a kábítás, Smabnek egyre kevesebb életereje van. Duke nagyon agresszív, próbálja lassítani. Smabnek menekülnie kell, és nem lesz belőle egy gyilkosság. De jó volt a csere. Kuro viszont most agyből tolja ki azt a káoszvihart Wolfra. Faker pedig belesétel. Nem annyira nem hat. Ismét minion eltakarítás céljából ment ki az a Stukker. Így ismét Duke lehet végső képesség előnyben, legalábbis ő lehet ismét agresszív, ahogy végig. Pedig aztán azt mondó kristálynyilvessző.
Angulán betalál jó a rúgás és nagyon jó Fakertől a pajzs, így túléli Wolf. Azért kiment ott még egy Zyra végső képesség is. Meg a kifárasztás, ha az nem érkezett volna, lett volna elég sebzése szerintem Pinatnak ahhoz, hogy befejezze azt a Zyrát, aki három szinttel kisebb a Rockstar dzsungelesénél. Hatos szint a 9-essel szemben. Hát ez... szomorú. Érzed, hogy egyszer összejött. Még egyszer összejött, na mint a kristálynyilvessző plusz Miss Fortune végső képesség. Harmadszorra már nem sikerült befejezni, negyedjére pedig még el is tudott menekülni még. Hát, szóval az a negyedjére sem jó sikerült, asítás. Közben Blank érkezik a felsősvére. Nem jó a kábítás, de Smabnek nagyon kevés életen van. Fogy, kimegy a Ragnarök is, és ez a Smab meghal. 3-3. Kezd észhez térni az SKT. Mi az, hogy kezd észhez térni? Hát... muszáj nekik ezt a mérkőzést elhozni, mert azt már tényleg nem engedhetik meg maguknak, hogy a Rocks Tigers 2-1-el menjen. És ennek szellemében agresszívan mennek is. És Blanknek jó volt a rajtaütése. Gorilla közben lassítaná Faker, de... azt az Orianát egy kicsikét nehezebbennél megállítani. Amúgy Morell Anomicon van nála jelen pillanatban, és a visszajegyzés során látjuk Smabre való érkezését Blanknek. A kábítás az szép lett volna Duke-tól, egy villanásra elég is, viszont miután a kábítás nem talált, a sorozatos lassítás elől így sem tud elmenekülni Rumble. Ó, Smab Stuker ki is megy, Blanknek kevés az életereje, menekülnie kell, egy villanás és egy égetés is kimegy, megint Miss Fortune végső képesség, Blank szevasz! Ez az alsó ösvények, és ez a Miss Fortune, ez a két lövészes alsó ösvényes kompozíció. Milyen büszkén futott. De amúgy gyönyörű szépen használta ki megint a képességét. Villanás, égetés, az is kell természetesen a repertoárba. És így nagyjából ki is van küszöbölve, az a hátránya ennek az MF-nek. Vonzás hullámkuróra! Jó, de a gyilkosság nem lesz beöle, mert nem volt több manája Fakernek. A drón pedig beküldi az ellenfél dzsungelébe, és a Roxyzer hozza az ő kedvenc sárkányukat, amiből a legtöbbet hoztak el, vagyis egy óceán sárkányt. Ez most tényleg az ikonikus sárkányok csatája a két csapat között. Közben a mélységi őrszem megvan, már Wolftól érkezik Blank is. Villanás, lassítás, Zyra végső képesség, Smabnek meg kell halnia, párhuzamos valóság is jó, kábítva vagyon. És a vagyon Duke zsebébe vándorol, amit a gyilkosságból szerzett. Kristálynyilvessző megint Wolfot találja, mit hogyha, és még a hanghullám is betalál. Szevasz Wolf, te is meghaltál. Hát komolyan mondom, az a Zyra, az vonza. Rugás. Vonza azt a kristálynyilvesszőt. Pinát, jó a visszarugás Blackre, és még a hanghullám is. Folyamatosan megy az ütés. Hát nem volt túlságosan tankos az az Olaf. Vagy nézd meg azt az agresszív Pinát tárgyválasztást a zalátok nyelővel a harcos kiegészítése. Tehát sebzés azért van abban a Lee Sinben, azt azért ne feledd el. Illetve tényleg Olafnak még páncélzata az nincsen túlságosan sok, ha csak nem a passzív képességeiből. Második tornyára fordul ki a Rocks Tigers, ezt pedig biztosan el is tudják már hozni. Van magabiztos őrszem, hálózat a felsősvényt biztosítani, szóló aranyat nem kap jelen esetben Prey-de. Ez szerintem mindegy is, az aratást már befejezte, visszajátszásunk pedig érkezik is Smab gyilkosságára. Érkezik rá három ember, igen, Duke villan is azért, hogy biztosan meglegyen. A kellő mértékű lassítás gyönyörű szépen tudja a párhuzamos valóságot is Duke kihasználni, meg is van a gyilkosság, viszont ezért sokat áldozott. Az SKT csapata nyilvessző Prey-nél meg van, egy felfedezők is. Mindent látó őrszemmel pedig aztán rohanhatnak is rá Wolfnak az agyar, akinek megint volt kifárasztása, de itt már mindegy volt, távolról talált a kristálynyilvessző, és az bizony távolról nagyon sokáig kábít, utána pedig még Blanknek is lejárt a végső képessége Ragnarok. És amúgy nem mindent látó őrszemet akartam mondani, hanem távolba látott. Igen, az kulcsfontosságú volt most, hogy nagyon, hogy menekülésre használta el Blank a Ragnarök képességét, tehát menekülnie kellett, és mire az ösvény közepére ért, addigra elfogyott neki, és egy mobilis Lee Sinnel simán úton lehetett érni, és végre elhozza az SKT is az első tornyát, így 2-1-re ezt módosítva. Két fincsap, de megint betalál a kristálynyilvessző! Hát
ez brutális. Ash, Miss Fortune páros nem lehet többet az alsó ösvényen. Tehát a Betalel kristálynyilvessző és Miss Fortune is ott van a közelben, onnantól kezdve az, aki kábítva van, vége. Nincs tovább. Főleg, hogyha elsődlegesen papír karakterekről beszélünk, mint az a lényeg, hogy jó emberekre talál. Wolfra, illetve Bengre. 20. percnél járunk, megöngyilkolta magát megint a hírnökünk. Ez a két csapat amúgy hozott már el a világbajnokság során hírnök erősítést, ők 2-8 csapatból, akik ezt megtették, de így is sajnos nagyon kevesen szeretik ezt a mi kis hírnökünket, úgyhogy most megint visszavonul a sötétségbe, az ürességbe, és helyette a Baron Nashor kap helyet, 20. percnél járunk. De sajnos a próbálkozás az még távol van ettől a célponttól. Van viszont varázs ellenállás a Smabnek, aki mélységi jogart fog magának vásárolni, Duke-nál pedig sebzés van, hiszen a ragyogását már befejezte, és van 4 jelző is a gyűrűn. Ő az a felső ösvény, és amúgy az SKT-n, aki meglehetősen jól teljesít, persze Faker mellett. És megint csak a tankos Echo-t láthatjuk, közben Blanknek menekülnie kell Fakernek a 6-6-os segítségével, vagy hát pontosabban inkább a dupla vézes segítségével. Pinnát pedig benéz hanghullámmal abba a bokorba. Nem, ott már nincsen SKT játékos, és azt látom, hogy a Rockstar Girls magabiztos, és nagyon jól tudja kontrollálni ezt a mérkőzést, amit nem igazán szoktam meg, hogyha egy SKT mérkőzést nézek, tehát nem ők azok, akik hátrányban vannak, akiknek védekezniük kell, akiknek hátrányból kell játszani, ők az, akik dominálni szoktak inkább. És ezt most a Rockstar Girls abszolút bemutatja, hogy kéne ellenük játszani. Közben kimegy a Stukkel Smabnek, villania is kell, sikerül kimenni a Zyra végső képességből, de 2 végső képesség az egyért cserébe gyilkosság nélkül, úgyhogy tulajdonképpen, hogyha statisztikailag nézzük, ezből már megint a Rockstar Girls jött jobban. Középső ösvényen haladnak tovább. Ezt próbálják megint kristálynyilvessző Blankre talál, ebből jön a Miss Fortune végső képesség. Na az az Olaf most már viszont kezd tankosodni. Tehát nem annyira könnyű elpusztítani, de ezt a kombót nagyon szereti. És tudják is alkalmazni. Viszont Gorillának jó mélyre kell mennie ahhoz a csapat, illetve az ösvényen, hogy azt a végső képességét el tudja használni úgy, hogy célpontot is találjon. Ha már úgyis a célpontokról beszélsz, jól látható, hogy a középső ösvény nincs túl sok életereje Rockstar Girls külső tornyának, viszont erre kimozdulni kevés lehetősége van cserébe az SKT-nek, Viktor ösvény takarításának köszönhetően. Amúgy 15 másodperc múlva lesz még egy óceán sárkányunk, ezt a Rock szereti nagyon ugyebár, és amúgy segítene is Korónak abban a próbálkozásában, tevékenységében, hogy folyamatosan a halálsugarakkal büntesse a minéneket, illetve ellenfeleit, hiszen nem fogyna el a manája, illetve Gorilla is szerintem a golyózáport gyakrabban aktiválhatná. És megint azt lehet látni, az SKT alsó ösvénye, ami statisztikailag jobb, 0-3-0-3-ban van. Igen, vannak támogatásaik, de a Rockstar Girls megtalálta azt, akivel ott tudnak győzedelmeskedni az alsó ösvényen, akikkel tudják hozni az közben, párhuzamos valóság, érkezik egyből a Prey-re a faj, Spinától nagyon jó volt a lekövetés, és érkezhet egy kristálynyilvessző Blankre, talál, bemegy rá egy hanghullám, aztán kifele ugrik inkább, meghúzza az SKT a ravaszt, most megy ki a Stukker, Wolf elporlad, meghalad Disznó pörzsölő által, 1-0-ás eddig a csere, menekülnie kell az SKT-nek, pedig ők kezdeményezték ezt a csapat küzdelmet. Egyelőre 1-0-ás a csere, és a sárkány felé mozdulnak, hiszen óceán sárkány van, ez kell a Rockstar Girlsnek, amit el is hoznak. Itt szépen mindenki visszavonul. Gyors célpont elhozatal volt amúgy, Smabnek nincs végső képessége, talán a Roxid nem akar harcolni, vagy mégis? Peanut beugrott, hiszen Bengre talált a hullám, Gorillának el kell villannia, mert Duke-nak a párhuzamos valóságában beleragadt volna, beugrik, visszarúgás még nem sikerül, mert nem tudom, valamiért nem sikerül. A falba akadt bele. Hát akkor tulajdonképpen sikerült neki.
És végül a gyilkos módon rossz irányba. Gyilkosságot viszont az SKT hozza el. Nem tudta Benget befejezni. Nagyon-nagyon szeretett volna beugrani arra a lövészre, Pinát. Amivel, hát ugye, hogy Pierce-t idézzem, ha betalál a hangulám, akkor be kell menni. Így is van, Bank hamar villant is, ez egy megelőző villanás volt, ami szép, viszont a második betaláló hanghullámra már nem volt lehetősége szintén ezt megtenni. Sajnos a villanás rossz irányba érkezett ki, így Benget csak a falba lehetett belerúgni, és meg a gyógyítását is elhasználja azért biztosítás gyanánt Bank. Pinát egyszerűen csak túlvállalta magát. Közben begy a harc, és közben kettő, egy-egyes a csere, és Duke is bajban van, kimegy az időtörés, Prayna nagyon kevés életereje van, 2-1, és Tucker kimegy, Duke-nak menekülnie kell, nincsen manája, és érkezik is Viktor a középső sorban, villanás, lézersugár, Sebas, Echo, hiába van rengeteg menekülési képességet, ennyi lassítás, és mana nélkül, ezt már te sem élheted túl. 4-1-es akkor is, azért az... Azért ez jó teljesítmény Narkóban, én azt mondanám. És amúgy egy végső képesség az érkezett ki, ettől most tekintsünk el, hiszen visszanézhetjük az akciót, ahol Fakerre jött egy nyilvessző, viszont nem lehetett őt befejezni. Prey mégis megy tovább, rávillan Wolfra, aki meg is van a gyilkosság, viszont erre a pontra megint Duke a saját teleportjával, aztán ugyan kevés manával, de a végső képességét jól tudja elhasználni, aztán a három jelző lerobbantása után játszi könnyedséggel fejezi be Prey-esét, aki most tudta befejezni az átoknyelőjét. 26. perc fog ebben a pillanatban elkezdődni. És megkezdődik a Baronna sor körüli tánc. Mert úgy látom, hogy az SKT abban látja ennek a mérkőzésnek a győzelmét, hogy elhozzák azt a Baronna sort. Hiszen két mérkőzéssel ezelőtt is az első Baronna sorral nagyon-nagyon sokat tudtak hozzátenni, tehát tornyokat hoztak el. Megint kristálynyilvessző ezúttal mellé. Blankről pedig lejön a... Nem jön le a Banshee őrangyala. Szóval a Baronna sor lehet egy kulcsfontosságú, mindaddig, amíg nem érkezik az ősi sárkány. Illetve egy jó csapatküzdelem, ami ennyi tömegirányító képesség mellett nem is tömegirányító, területi sebzéses karakter mellett azért nem lesz egyszerű csapatküzdelmet nyerni az SKT számára. És érkezett is a drón megnézni, hogy ott van-e még a Baronna sor, nem kezdte el, mert megint nincsen őrszem viszont a környéken. Kuro megy le az alsó ösvényt védeni, akinek viszont teleportja nincsen, a gyorsítás pedig szerintem egy kicsikét kevésbé hatékony, ha a Baronna sor környékére kéne érkeznie. Bár az is tény és való, hogy sebzés előny az nincs egyik csapatnál sem. Mármint, hogy sárkányoknak köszönhetően a Baronna sorra. Bengnek kéne kihelyeznie. Félig meddig egy ostrom vonalat, amin nem tud áthaladni a Rocks Tigers, ha a Baronna sort szeretné kontesztálni. Ez amúgy valamelyest meg is van. Őrszemen állt Blank, de ettől függetlenül elhasználja a gyorsítását. Közben kimegy egy Stucker, megint végső képesség, mert Fakerre jó a kábítás, Pinát beugrik, de végül is Miss Fortune Gorilla az, aki befejezi. Ember hátrányban az SKT, és menekülnie kell, és el van zárva az út, ez most be lehet őket kereíteni. Már hogyha szeretnék, közben Duke és Kuro fogócskázik, de Duke-on egy őrangyal van. Kuro meg baromi sok sebzés. Pinát is kap egy kisebb adag sebzést, és nekiáll a Baronna sornak, úgy döntenek annak szellemében, hogy itt van Blank egy Olaffal, végső képessége van, és tényleg meg akarják azt a Baronna sort elhozni, Blank pedig azt a mindenségét, hogy eltűnt az a elvileg tank Olaf, a Baronna sor pedig a Rocks Tigershöz vándorol, nagyon nagy bajban lehet így az SKT. Majd, hogy nem nulla manával Bang azt mondta, hogy ő is itt marad ezt a Baronna sort kontesztálni. Nem volt ez egy jó döntés, 0-3-as Caitlyn amúgy sem túl veszélyes, sőt, én most azt is merném mondani, hogy használhatatlan. Így pedig aztán pláne az volt, hogy még manával sem tudta kisegíteni a csapat társait. Blanknek egyedül kellett berohannia, ami Ragnarokkal persze megállíthatatlan, ugyanakkor sebzéssel elég könnyen orvosolható probléma. Nézzük is meg még egyszer.
Ez ugye még Fakernek az elkapása, gyönyörű szép a nyilvessző, és szerintem az utolsó pixellel találja a Fakert, viszont utána egyből jön a lekövetés. A nyakára ugrál minden roxos játékos az SKT középső ösvényesének, és el is hozzá kellene a gyilkosságot, ami után viszont szerintem jogosan fordulunk a baronnal sorra. A legnagyobb területi sebzéstől esett el az SKT, sőt, a legnagyobb sebzés hordozójuktól most jelen pillanatban. Viszont baronna sor powerplay az még csak 2000 körül jár. És abszolút jó volt ezt a csapat küzdelem a Rocks Tigers-től, és hihetetlen tényleg az, hogy micsoda stratégiát dolgozta ki az SKT ellen, és nincs még meg a megoldás erre az alsó ösvénypárosra, erre az S-re. És így néztünk is, hogy S ennyire fontos, közben a Rocks Tigers tényleg megint elhozza az ő kis óceán sárkányokat. Szóval néztünk is, hogy gyengített S, és tessék, gyönyörűen prezentálják, hogy egy kristálynyilvesszővel még, és megint betalál! Ki is kell mennie egy blank Ragnaröknek, szóval betalál, gyönyörű kezdeményezés, és hogyha még ott van egy Miss Fortune ulti, meg egy tonna sebzés, mondjuk a 4-0-ás Viktor által, akkor igenis hasznos tud még lenni ez az S. Sejem övét már Bang meg is vásárolta, most egy kicsit lassabban, mint a korábbi S-sel való összecsapásában, de a lényeg az az, hogy most már megvan az a tárgy. Erre szerintem Faker is benevezhetne szépen lassan. Vonzás hullám Prey-re jó, nem is maradt életereje, meghal a lövésze, Duke beugrik, aztán jön is ki, de őrangyal van rajta, de nagyon-nagyon lassan és körülményesen tud kijönni, kimegy a káosz vihar, és még Blankre is nagyon kevés életereje marad. A torony pedig, hát így most már tulajdonképpen védvonal nélkül marad. Dőlhet is. Negint nagyon-nagyon szépen csinálta a Rocks Tigers. És elégedetten mehetnek haza. Nézzük is meg még egyszer, hogyan történt ez az egész. Egyszerűen csak Prey azt mondta, hogy lövi a tornyot, viszont a labdára egy pillanatra nem figyelt oda, és ezt Faker nem volt rás kihasználni. Egyből a vonzás hullámmal a védelem nélküli lövészt felrobbantotta. Azt szerintem nem is kell más szót keresni. Persze a Mamorcius bendője az aktiválódott, de életmentésre nem volt elegendő a toronysebzés mellett, meg persze az SKT ráomlásával szemben. Lényeg viszont annyi, hogy most második mérkőzésen egy hasító bárdot vásárol meg második tárgyaként Gorilla. Ugye amellett persze, hogy ott van már rajta a halálos emlékeztető, mert a gyógyításokat megint csak csökkentheti az egész SKT gárdán. De amit még mindig félni lehet, az az, hogy két lény nem tudja magát kinőni 0-3-ból. Lekopírozza az SKT első mérkőzését, az SKT teleport stratégiáját, érkezik és a teleport. És Blank megindul, úgy döntött, hogy ő most elnyomja azt a Ragnaröket, és kuró, nagyon kevés életelé van. Halálpontos lövés, ami végül is befejezi, közben Duke a kettőzik, aztán időtöréssel kell kijönnie Miss Fortune-nek, és kimegy a végső képessége. Ojjaj! Nagyon kevés életereje maradt Smebnek is, ő is meghal. Pinaton ott van még az az őrangyal, menekül, védi Prey-t, visszafordulna a Rocks Tigers, az nagyon-nagyon merészen, de megcsinálják, és az átok nyelő még kimegy, sikerül elhozni egy, még egy embert, Pinat most élet föl, gyönyörű még a pajzs párhuzamos valósággal. Aha. Lehet kábítani Duke-ot, és most sikerül leászolni az SKT-t, ez valami szenzációs volt a Rocks Tigers-től. Még hogy rossz a négy fókusz, mi? Prey bevillanásával biztosította a területi sebzést, ugye köszönhetően a már réges-régen befejezett hurikánnak, illetve az összegyűlt fókuszjelzőknek köszönhetően. A nyilvessző eleinte amúgy nagyon csúnya mellé megy, és Prey ezt a középső ösvényről lőtte, tehát sokáig kábított volna, ha talán nem talált Kuróra, viszont talált egy fejsze, egy balta, ezért Blank rá is rohan az agyára, iszonyatos sebzése van neki, illetve Fakernek karoltve, mert nem volt képes levédeni a halálpontos lövés. Így az első gyilkosság joggal az SKT-hez kerül, ezen a ponton érkezik meg Prey, egy gyilkosságra be is nevez, ezt Pinát hozzá el egy rugással, hiszen fárasztva volt a lövésze. Rajta viszont még ott van az őrangyal, ez jó kezdés, ő meghalhat egyszer. Prey pedig a bokorban várakozik, hiszen éppen egy pillanatig nincsen rálátása erre az SKT-nek, Bang pedig Piltoveri rendteremtővel körülbelül magát lőtte fejbe. Blank berohan egy fejszehajításra, amivel annyi időt veszít el, hogy Prey közben megint csak szanaszét lövi a fejét. Faker lemarad,
és ott is marad aztán Duke, aki egy kábításra ment be, sajnos Pinátra, nem pedig Prey-re. Szintén meghal, nem képes elmenekülni, sem pedig gyilkolni, egy jelző kellett volna még neki. Ez gyönyörű szép 2v4-es akció volt. Lehengerlő, amit a Rockstar Girls csinál ezen a mérkőzésen, és... Az nem ezzel, az egyes. Igen. De ez nem is ez a mérkőzés volt. Akkor meg pláne. Közben Ragnarök ismét kimegy Blanken. A semmire tulajdonképpen. És Wolf, a kis papír támogató játékos, menekülnie kell. És Spirit egyből beugrik. Kimegy még a végső képesség is, és ott van a Káosz Vihar. Menekülnie kell egy emberként az SKT-nek, mert az a Viktor sebzés az nagyon-nagyon fáj. És ez bizony egy tornyába került a Rockstigersnek, mert ott hagyták a minionokat ütni a középső ösvény tornyát, így azért mégiscsak az SKT jött ki picit jobban ebből a menekülésből. Iszonyatos törési lehetőség van most a Rockstigersben, és ez nagyon tetszik náluk, hogy a játék középső szakaszát, középső, illetve végső közeledő szakaszát uralni tudják ezekkel a tárgyakkal. Van ugyanis ürességbotja mind a középső, mind a felső ösvényen. A támogató játékos, bármint korán hangozzon is, megvette már a halálos emlékeztetőt, ami ugye jól tudjuk, hogy az utolsó lehet egyik továbbfejlesztésű változata. Preynek pedig egyszerűen nincsen szüksége arra, hogy átüsse a páncélt. Ő neki van kritikus találata, meg iszonyatos lassítása beépítve a hősébe. Ő ezt használja ki. És Pinatnál is ott van egy Mamorcius bendője, ami szintén ad számára egy kis páncéltörést. Ez pedig a könnyen elpusztító célpontok felrobbantására gyönyörűen használják ki. És tudod, mit vettem észre? Hogy mutatták itt a közeli kameraképen a Pinatot, és végig mosolyog, vigyorog, jó kedve van, egyszerűen jól érzik magukat. Tehát ez egy világbajnokság elődöntője, és ez végül is a játéknak a lényege, hogy jól érezzük magunkat, nem? És ezt egy SKT ellen meg tudja csinálni, hogy ott vagyok az Lee Sin-nel, és megkezdi a Baronna sort, a Rockstigers csapata, és nem tud rá kilépni egész egyszerűen az SKT. Jó volt ismét a kristálynyilvessző, megint talált, egy de Banshee-be. Ez most ugye egy Banshee-re, tehát kábítás nem volt, ellenben Pinátra van. De ennyit tud csinálni most ez az Ayra. Párhuzamos valóság. Csak lassítás szempontjából jött ki. Mi volt írva arra a papírra? Hogy Pinát jobb dzsungeles. Mint? Hát ugye, mert most itt ez jelen már... Jelen esetben valószínűleg Blankre gondoltak. Hiszen ez most már az SKT-nek a második szám, hogy hát a csere dzsungeles játékosa. Az is lehet, hogy az úriember csak szereti a magyarót. Az viszont biztos, hogy tökéletesen zónáz a Rox, nem tud a középső ösvére kiérkezni az SKT, ha igen, akkor maximum Kurót tudják elkapni, viszont ő is jól lép vissza. És hátulról próbál érkezni az SKT, lemegy egy torony, lemegy egy inhibitor, az SKT nem ment haza, hanem tulajdonképpen végignézte azt, hogy lemegy egy torony, és megpróbálkoznak még egy toronnyal, nem, de... minionokat szeretnének hozni, hiszen még 2,5 percig van Baron Nashor erősítése a Roxnak, ami nagyon sok. És az SKT-nek össze kell szednie a gondolatait, mert valamit ki kell találni, mert szép lassan fel fogja őrölni. És ismét jó a kristálynyilvessző ezután Fakerre, jó az elrugás is, még ott van... Pinát végül is az, aki megint leesik róla az őrangya, mert visszatért Smeb, ki tud jönni, egyelőre nincsen gyilkosság, pedig nagyon-nagyon kevés életerő van mindenki, viszont egy inhibitor dől. Ezt a mérkőzést megpróbálná befejezni a Rockstigers, azért azt nem hiszem, kimegy egy halálpontos lövés, de dőlni fog, legalábbis szeretné a Rockstigers, hogy dőljön az első Nexus torony, ami le is megy, megpróbálja, meghúzza a ravaszt a Rockstigers, hátra érkezik Duke-tól egy teleport, és próbálja elvonzani onnét az egész ellenfél csapatát, kimegy rá egy őrangyal, párhuzamos valóság, amiben nem fog beleakadni senki. Duke föláldozza magát, hogy megpróbálja menteni a menthetőt, a menthetetlent. Ember hátrányban az SKT. Bent van még azért Fakernek a végső képessége, Blankra jó a kristálynyilvessző, agyből minden megy ki rá, és az egy tankos Olaf.
és ledől a második Nexus torony is. Vissza kell zárni az SKT-nek, a Nexus és 2-1 a Rockstigersnek! Hűha! Na ebből mi lesz és hogy lesz? Hogy lesz? Lesz egyáltalán ebből visszaút? Van baj. Majdnem azt mondtam, hogy gond van a haza, de mind a két csapat korából való, úgyhogy a probléma igazából ott kezdődik, hogy az SKT nem nagyon szeretett volna változtatni a mérkőzés felállásán. A második mérkőzésen Rox megmutatta, hogy igen, srácok, van rátok válaszunk. Merünk újat mutatni nektek, és képesek vagyunk győzelemre vinni az elképzeléseinket. Na már most az SKT azt mondta, hogy ezt megcsináltátok egyszer. Megy még egyszer? Megy, jó. És mit fog változtatni a következő mérkőzésre? Elhagyják Zyrát, helyette hoznak egy Alistart, aki MF-et talán kicsikét a földbe döngöli, vagy... Vagy el is felejtik ezt az alsó ösvényt és helyette máshová koncentrálnak? Mert az biztos, hogy a Rockstigers odafigyel az alsó ösvényére. De ha nem kapnak meg a figyelmet ezzel a két karakterrel, akkor is menne nekik. Az biztos, hogy ez harmadszorra nem fordulhat elő. Tehát nem engedheti egyszerűen az SKT ezt az S Misfortune alsó ösvényt, mert a kristálynyilvesszők betaláltak, és hogyha zónán belül volt, akkor ment ki egyből a Misfortune végső képesség. És az az ájra, azt el kéne felejteni a Wolfnak. Vagy tiltani kell a Misfortune-t. Ezt kimondtam, igen. Lehet, hogy tiltani kéne azt a Misfortune-t. Azért, hogy Zyrát elhozzák. Tehát ez azért már két kondíció, aminek teljesülnie kell. Tilts ki MF-et, legyen Zyra elérhető. Még azt is oda lehet tenni egyébként, hogy maradjon is meg, hogy te hozhassd el, mert ha kitiltják MF-et, akkor miért ne hoznál a Rox magának Zyrát? Náluk is ugyanúgy működhet. Zyra egy metapik. Misfortune nem. Ő az anti-metapik. De ha első... Szerintem most az SKT a kék oldalon lesz. Legalábbis... Ez. Ők kapják meg a választás jogát az biztos következő mérkőzésre, hogy melyik oldalon akarnak játszani. Hát, ha viszont kék oldalon lesznek, akkor meg lehet csinálni ezt, hogy kitiltják Miss Fortune-t és elhozzák Zyrát. Ha annyira bíznak Wolfnak a Zyrájában, amiben én nem igazán bíznék. Mm-hmm. Tehát én azért én szeretnék valami más látni, őszintén szólva. Meg erre ki kell találni valamit, erre a két a lövész az alsó ösvényen, még hogyha az egyik támogató szerepkörben is van. Nem tudom, minthogyha olyan szintű meglepetés érte volna az SKT-t, hogy erre nem tudnának jóformán reagálni értelmeset már két meccse. Kicsit én is lojjátokkal. Azt hittem, hogy te sem tudod, hogy most erre mit lehetne. Csak azért tartom érdekesnek, mert a szinkron a két karakter között, MF és S között annyira jónak tűnik, hogy Caitlyn alapvetően sokkal távolabbra képes piszkálni, mint S. Ez tény. Viszont ezt áthidalja MF. Tehát S nem tud cserélgetni Caitlynnal, ezt megoldja a támogató Miss Fortune. Ezért S-nek arra kell figyelni, hogy farmolgasson. Ha S farmolhat, iszonyatosan erős lesz, ezt láttuk is a mérkőzésen. Caitlyn pedig, ha nem is távol tartani lehetett a farmtól, mert erre nagyon kevesen képesek, egy támogató Miss Fortune is kevésbé, de meg lehet zavarni. Egy-két farmot itt-ott elront, S valószínűleg kevesebbet fog, és úgy gondolom, hogy egy-két jól elhelyezett végső képességet, amit S érkeztet, az pedig gyönyörű szépen tud lekövetni. Egy ilyen hybrid MF. Egy kis lassítással, a végső képesség az így is, úgy is fáj, gyógyítást azt megfelezi, hogyha esetleg valaki gyógyítani próbálná. Szerencsétlen célpontot. Úgyhogy nem vagyok benne biztos, hogyha esetleg est kitiltanák, akkor is megpróbálkozna Miss Fortune-nal a Rox. És hogyha tehát, hogy lehet, hogy est tiltják ki. Aha, így megfordítva elhozza, az egész gondolatot. Elhozza az SKT. Ez viszont egy jobb gondolat még, mert ez mégiscsak egy fontosabb választás lehet. Igen. Mert... Ha jól emlékszem, akkor az első mérkőzésen talán az SKT-nél volt az S. Bár most ebben már nem vagyok olyan biztos, pedig mi vittük. Az lényeg, hogy mind a három mérkőzésen volt S. Majd mindjárt chat segít, biztos. Az a lényeg, hogy ha ezt a párost szét tudja szakítani az SKT,
abban lehet nekik még potenciál, lehet esély arra, hogy mondjuk az alsó esélyen valamit produkáljanak, mert ami az elmúlt két mérkőzés, tehát ez a mérkőzés és előző mérkőzés, nem akarom azt mondani, hogy nulla, de... Azt hát ne is mond. De így afelé megy, és itt is van egy visszajátszás, ami tökéletesen prezentálja azt, amit mondtunk. Ez az első visszajátszás. Jön a második is Prének a végső képességével. Igazából... Még ki is lövi a távolba látó kis őrszemét, hogy volt visszaforuljon egy alaptámadásra, aztán ugyanabban a sávban vonuljon tovább. De ha nem ugyanabban vonult tovább, akkor pedig valószínűleg Lészén kapta volna el, tehát az már egy így is, hogy is vesztes szituáció volt. Megint talál egy nyilvessző, megint ott van az MF végső képesség lekövetni, amúgy Gorilla is kapta meg egy gyilkosságot, tehát eszméletlenül jól működik együtt ez a két karakter. Nekem nagyon tetszik. Az a baj, hogy ezek után tényleg minden lesz, minden tele lesz Miss Fortune támogató játékosokkal. Tehát egyszer össze lehet jönni, mert mondjuk ilyen meglepetés választás, de kétszer, hát ezek után az biztos, hogy még reagálni is kell rá. Mm-hmm. És... Amúgy még egy Braumnak is nagyon örülnék. Képes kezdeményezni. Braum egy nagyon erős kezdeményező lehet az alsó ösvényen, és képes védekezni is. Falat felhúzza, és akkor se a nyilvessző, se a golyózápon nem megy túl rajta. Mm-hmm. De aztán ez megint csak egy kis tapogatózás a sötétbe, ami valószínűleg most az SKT-nél is zajlik, hiszen... Szerintem ők se tudnak biztosat egy ilyen hős ellen. Nem vagyok benne biztos, hogy a scrimek alkalmával is megmutatta ezt nekik a Rox. Aha, hát és nagyon úgy tűnik, hogy nem. Ez a nagyon titkolt fegyver. Igen, igen. Ez a Rox Tigersnek az Austin Powers-e. Szerintem most gyorsan Google-ba írja be, hogy Miss Fortune Counter. És nézik, hogy... És így oké, AD, de ott van mellette egy varázssebzéses... támogató tárgy. Közben érkezik még egy visszajátszásunk. Illetve ezzel a lendülettel megköszönjük nektek a figyelmet. 5 perc múlva érkezünk vissza, ahol vagy van egy biztos továbbjutó Roxunk, vagy valami nagyon komolyat változtat az SKT. Ne menjetek messzire. Sziasztok!